So, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back from lunch. The afternoon session begins with three presenters on the stage for a roundtable discussion, Hackers in the War. We have Krasnaya Chaba, Frase Ferenc, and Szabolcs Csermák. We can take questions during this, so if you just raise your hand at any time during the discussion if you have a question, and I'll bring the mic along to you. Thank you. I'll hand you over now to the three gentlemen. Thank you. Köszönjük szépen. És ezt a szekciót megkaptuk lehetőségként, hogy magyarul beszéljünk, ami jó, mert akkor kicsit kifejezőbbek leszünk, és kevésbé tudják majd itt lefordítani azt, amit mondunk különböző idegen nyelvekre, például oroszra, meg ukránra, ami nyilván feldobja magát a témát. Ugye a szervezők, Attila és Dani azzal keresett meg engem, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit beszélgetnünk itt a kiberháborúról, mi lenne, hogyha kicsit beszélgetnénk a hacker csoportok, a hacktivista csoportok szerepéről a kiberháborúban, és hát, hogy miért rám gondoltak, nem tudom, de lehet, hogy azért, mert a doktori értekezésemben 10 évvel ezelőtt pont ezt a témát veszegettem, hogy hogy is lehetne a hacktivista csoportokat bevonni a kiberháborúba, és az akkori Hacktivity látogatói egyébként adtak egy elég erős visszajelzést arra, hogy amúgy simán. Úgyhogy gondoltuk, hogy egy picit 2022-ben feldobjuk a témát, és hát úgy generációsan úgy nézünk ki, hogy van, aki a 90-es években kezdte, van, aki a 2000-es években kezdte, és van, aki a 2010-es években kezdte ennek az egész területnek a, hát az aktív részvételét, aztán van, aki kiesett, sajnos, de úgy néz ki, hogy itt még ide ültetik beszélgetni legalább, úgyhogy remélem, hogy egy jó kis beszélgetés lesz, és vonódjatok be, és tegyetek föl kérdéseket, és tegyétek hozzá, amit hozzá kell tenni, és akik itt jelen vannak, azok közül annyit kérnék meg, hogy tegye föl a kezét, aki a 90-es években kezdte a hekkelést. Oké. Okay. 2000-es évek? 2010-es évek? Tök jó. Aki tulajdonképpen csak itt üldögél, és semmi kapcsolata nincs. 2020. Oké. Okay. 2022. február 24 és utána. Jól van. Na, úgyhogy egy picit ilyen történeti áttekintés is lesz, meg minden is lesz, de itt az első téma, amit tulajdonképpen pont ezzel a felütéssel szeretnék itt átbeszélni a kollégákkal, az nagyjából az lenne, hogy szerintetek ahhoz képest, mint amikor ti belekerültetek ebbe az egész történetbe, és ezt én is hozzá fogom tenni, mennyiben változott meg egyáltalán a hackerizmus, a hacker szén, a hacker szubkultúra, bárhogy is hívjuk. Feri? Sziasztok! Óriási vitáim voltak az elmúlt 30 évben. Azzal kapcsolatban, hogy volt-e valaha hacker szubkultúra. És ugye 80-es évek végétől, közepétől végétől ismerem ezt, és hogy szerintem nem volt. Voltak nagyon okos srácok, akik elkezdtek ezzel foglalkozni, próbáltak magukat definiálni, próbálták magukat körbe rajzolni, hogy ez mi is. Mert hogy egyre több olyan srác nőtt ki az internet fellendülésével együtt, akit nem az érdekelt, hogy működik a dolog, hanem az érdekelt, hogy hogyan működik, és hogyan lehet ezt egyébként másképp értelmezni. És a 90-es évek, és ez később vissza fog jönni, a 90-es évek volt az a korszak, amikor az úgynevezett hacklabek jöttek létre. Franciaország volt ennek egy nagyon komoly melegágya, ahol a házfoglaló hippik, a művészek, a csavargók és egyébként a korai hackerek összejöttek, és verseket olvastak fel egymásnak, nyilván, más nem is nagyon tudta. És ezekből a csoportokból, annak idején, ha emlékeztek rá, elindult egy olyan mozgalom, hacktivismről beszélünk, ami az aktivistáknak a kvázi a hálózatos, már egymással üzenetet váltó interneten keresztül szerveződő csoportjai voltak, ez volt az Occupy mozgalom aztán a 90-es évek közepétől, és ebből aztán az Anonymous mozgalom nőtt ki, tehát ez volt a korai szakasza ennek, és ez most vissza fog köszönni majd, amikor beszélünk később az ukrán-orosz háborúról,
hogy vannak nagyon komoly párhuzamok a korai 90-es évek hektivizmusa és egyébként a mostani állapotok között. És akkor mielőtt átadom meg a 2010-es évekre, még azért elmondom én, hogy én hogyan éltem meg ezt az egész sztorit. Ugye itt talán kevesen tudják, hogy a Besides-nak a testvérrendezvénye, a Hacktivity konferencia, vagy főrendezvénye, ugye 2003-ban került először megtartásra. És én 2004-től 2010-ig vettem részt a Hacktivity főszervezésében. Ugye én voltam az arca is nagyon sokáig ennek a rendezvénynek. És hát egy szerencsém volt azért keveredni gyakorlatilag ebbe a szubkultúrába, amit amúgy abszolút szubkultúraként éltünk meg akkoriban, hiszen nagyon sok minden változott ott a 2000-es évek elején. Ugye 2001 a Budapest Egyezmény, amikor igazából utána kriminalizálták magát a bűncselekményként, nevesítették a hekkelést, és nagyon sok mindent. Akkor indult el gyakorlatilag Magyarországon is, meg egyébként szerte Európában a rendészeti képességfejlesztés, aminek a segítségével ugye hackereket üldözni lehetett, illetve bejött, amit mondasz, ugye az Anonymous, korai Anonymous, illetve utána fejlődés, tehát az a fajta politikai hacktivizmus, amit itt egyébként én megmondom őszintén a Hacktivity környezetében egyáltalán nem érzékeltem annak idején, viszont ugye ilyen szegről-végről megjelentek Magyarországon azért azok az arcok, akik mondjuk a Wikileaks környékén voltak. Azért lehetett tudni, hogy egy-két srác benne van az Anonymous-os történetekben, de igazából itt nagyon erősen nem látszódott. És a mi közösségünk, mert azt azért lehet mondani, ez egy személyes közösség volt, hiszen a Hacktivity volt, Hacktivity-n túl azért össze is járkáltunk nagyon sokszor. Nagyon úgy éreztem, hogy tényleg kimondottan arra fókuszál, hogy van egy éppen változó webes környezet, hiszen akkoriban jöttek be a közösségi hálózatok, akkoriban jöttek be ugye az első okostelefonok, tehát teljesen megváltozott minden az informatikában. Most sokkal inkább az az érdekes, hogy azokban milyen szépségek vannak, azokat hogyan lehet törni, és sokkal kevésbé az, hogy egyébként milyen háttérideológia jelenik meg mondjuk a kibertérben. Sziasztok! Én első körben azzal kezdeném, hogy amikor én belecsöppentem az IT security-be, akkor az már, ahogy Feri, te is mondtad, a post-Buhera korszak volt. Tehát nekem az első konferenciám az volt, amikor a Borától bejelentette, hogy abba hagyja a blogírást. Úgyhogy én már ebbe az új korszakba csöppentem bele gyakorlatilag. Én olyan sok változást nem vettem észre. Az, hogy szubkultúra lett volna, vagy nem, az, hogy konferenciákon mondjuk így összejött a szakma, az egy tök jó dolog volt, de nem voltak ilyen, vagy én legalábbis nem tapasztaltam ilyen underground szerveződéseket. Viszont így, hogy most már fiatalokkal összehozott a sors, itt most érzem azt, hogy van egyfajta szerveződés, ám de nem ilyen jellegű aktivizmussal, hogy na akkor most egy jó ügyér vagy egy rossz ügyér menjünk előre, hanem sokkal inkább az, hogy a szakma szeretete miatt, illetve a hackerés élvezete miatt, ám de legális keretek között. Tehát itt gondolok akár a CTF csapatra, aminek részese lehettem, mert mostanában nincs rá időm abszolút. És ez egy teljesen jó és nyugalmas szénai szerintem most per pillanat. Mainstream-mé vált? Én azt gondolom, hogy ha még nem is vált, azzá. Vagy szakmává vált? Igen, abszolút. Tehát hogy 13-ban, hogyha valakinek azt mondtad, hogy hackkeléssel foglalkozó, vagy hacker vagyok, akkor mindenki nézett rád, hogy ez csodát tud tenni. Mai napig egyébként ez valamilyen szinten megvan, főleg, hogy akkor feltört Facebook fiókat kéne visszaszerezni. Meg a diszkóban, amikor csajozol. De hogy igen, mainstream-é vált, és szerintem kellett is, hogy mainstream-é váljon a dolog, hiszen hogyha az IT-biztonság nem tud mainstream-é válni, mondjuk egy országon belül, akkor azért amerre a világ megy, és ahogy alakulnak akár politikai indítatású hacker csoportok, akkor azok be tudnak darálni egy komplet országot gyakorlatilag, hogyha az nincs felkészülve, és ott nem válik mainstream-é az IT-biztonság. Tehát, hogy itt megmaradnánk olyan szinten, hogy ilyen kis elszeparált sejtekként úgy hackelgetünk, akkor arra nem lehetne rá mondani azt, hogy na, ők majd tudnak akár védelmet felépíteni, akár válaszcsapást indítani a kibertérben. Feri, mainstream-é váltunk? Én azt gondolom, igen, de hogy a 90-es második felében még a Hacktivity
előtti, tehát activity, mint rendezvény, vagy széria előtti világban, ugye összejöttünk valakinek a lakásán, a bérletében, és csodáltuk egymás kódjait, tehát hogy az milyen, az nagyon, nagyon jó, és akkor elkezdjük szétszedni. Hozzáteszem, hogy a 90-es évek elején már TCP/IP-t írtunk Commodore-ra és az összes többire, ahhoz, hogy internetet tudjuk kötni a gépeinket, mert hogy nem volt készenbe készített kódunk. És éppen ezért ezek ilyen elszigetelt csoportok voltak, tehát nem volt mainstream. Ezért mondom azt, hogy ez a szubkultúra, ez így visszatekintve nagyon szép, ilyen nagyon romantikus, de nem volt az. És ezen a 90-es évek második fele hozta azt el, amikor de elkezdtünk azon gondolkodni, hogy jó, ehhez most marhára értünk, de hogy akkor most ebből fogunk pénzt keresni, hogy abból föltörünk valamit, és akkor elmegyünk a börtönbe. Tehát nem akartunk a börtönbe menni, úgyhogy azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne ezt egyébként mainstream-é tenni, szakmává tenni. Nekem 5 évbe telt, 98-tól kezdve megértetni az akkori oktatási minisztérium és belügyminisztériummal, hogy ez nem bűncselekményhez kapcsolható tevékenység, amit mi végzünk, és az első OK és Lajstromot azt hiszem, hogy 2003-ban sikerült elnyernünk a hacker képzéshez, és aztán utána annak már történelme van, ugye, hogy a mai napig hány hackert képeztünk ki, de hogy szakmává vált, és mivel szakmává vált, nagyjából 2010-2011 környékére, innentől kezdve azt mondhatjuk, hogy mainstream ma már az, hogy valaki hacker, mert hogy ha megnézitek az álláshirdetéseket, minden telkó cég, minden bank, vagy ha nem is minden, de a legtöbb, illetőleg a legtöbb nagy cég hirdet ilyen állásokat. Ma már ott tartunk, hogy konkrétan etikus hacker vagy sérülékenység vizsgálatra hívnak ilyen végzettségű embereket, tehát a Certified Ethical Hacker, vagy a minősített etikus hacker, ugye magyar megfelelője, vagy az OSCP ma már egy elismert végzettség, sőt keresett végzettség, és innentől kezdve azt gondolom, hogy nem lehet nem mainstreamnek tekinteni, mert, és aztán majd rá fogunk kanyarodni arra, hogy mi a mostani helyzet, valójában ez most már kvázi egy fegyver, nem is, ugye, nem csak egy információ biztonsági szakértői pozíció. Hát ez egy nagyon komoly 20 év volt, amire ez a mainstream megteremtődő. Igen, csak hogy egy kicsit el tudjátok képzelni, van, aki a Crisis Lab környékén nevelkedett? Tegye fel a kezét. Ugye vagyunk egy páron. Most képzeljétek el, akik láttátok ezt belül, ugye 2000-ben, amikor én oda kerültem, és még nem Crisisnak hívták, a Stocek épületben volt egy darab labor, ahol nagyjából egy olyan 5-6-7-en lézengtünk időnként, és gyakorlatilag a kutya nem tudta, hogy létezik az információbiztonsági labor a Műegyetemen. Most ehhez képest ugye hát a Crisis gyakorlatilag az egyik legnevesebb, legfelkapottabb laborja gyakorlatilag a Műegyetemnek. Úgyhogy igen, szakmává vált, aztán jött február 24, 2022, és rögtön jöttek a hírek arról, hogy hacktivista csoportok aktivizálták magukat. Megjelent az Anonymous, bárki is médiás nevezzük így, megkérdezte tőlem, hogy és hogyan lehet az Anonymous tagjává válni, mik a felvételi követelmények. Itt Szabolcs nagyon jól megmondta, egyébként ez a válasz született egy elsőre bennem is, hogy hát vegyél magadnak egy Warner Bros. Által lejogvédett maszkot, meg egy kapusznis pulcsit, potyogjanak a háttérben zöld betűk, és akkor hacker leszel. De most kicsit komolyabban véve, ugye Ukrajnában a digitális transformáció minisztériuma meghirdette az IT Army kezdeményezést, hogy csatlakozzunk, mármint hogy csatlakozzanak az ukrán állampolgárok és hackeljék szana szét a ruszkikat. Ugye megjelentek az Ukrajnát támogató nem ukrán hacker csoportok, megjelentek ugye az Oroszországot támogató, korábban csak lazán kiberbűnöző csoportoknak nevezett, egyébként mellesleg úgy tűnik, hogy mégiscsak valamiféle központi irányítás alatt álló csoportosulátok megjelentek, a fehér oroszok pro és kontra, és kitört itt a hacktivista csoportok körüli káosz, amit azért a katonai szaknyelven leginkább úgy szoktak mondani, hogy megjelentek a kibertérben azok a proxy csoportok, akiknek gyakorlatilag kiadták ugye a hackkelés feladatát.
De most egy picit erről beszélgessünk, hogy mi a véleményetek, mennyire etikus, legális, jó, kézzelfogható, hatékony, nem tudom én micsoda bevonni ilyen hektivista hacker csoportokat konkrétan egy hadművelet során a végrehajtásba. Én azzal kezdeném rögtön, hogy vajon bevonták őket, vagy bevonódtak, vagy be akartak vonódni, mert azért ez a konfliktus, ez mindenféleképpen mind a két fél oldaláról valószínűleg erős érzelmeket váltott ki, és ahol az érzelem megjelenik, ott az ész az néha háttérbe szorul. És biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ész nélkül akkor azt mondták, hogy én beállok az Anonymousba, vagy ugye az ukrán kezdeményezésbe. Úgyhogy biztos, hogy volt ilyen. Az meg, hogy most, hogy mondtad, hogy aktivizálódtak a hacker csoportok, szerintem ne legyen kétségünk, ők aktívak voltak előtte is, csak teljesen más csináltak, tehát nem az volt a fő mozgatórugójuk, hogy akkor most a, nem tudom, orosz védelmi minisztériumot próbáljuk meghackelni, hanem azt, hogy melyik cégtől tudunk egy kis ranzommal bevételt szerezni. Én messzebbről indítanék, mert hogy ez nem csak úgy jelent meg. Tehát ha megnézitek azt, hogy január és február között mi is történt mondjuk az ukrán kritikus infrastruktúrával, aztán az európaival. Ugye azt lehetett látni, hogy az oroszok nagyon vonalasan, ahogy eddig is tették, valójában egy kiber előcsapást hajtottak végre, központilag, államilag, mert hogy azokat a Viper-eket, amikkel megküldték az ukrán kritikus infrastruktúrát, azokat céllal, egyébként azért, hogy az energia szektort, illetőleg a katonai C2, ugye a Command and Control szektort, nem is szektort, hanem Command and Control rendszereken, vagy egyébként a műholdas célzó berendezéseken tönkretegyék. Tehát az oroszok nagyon is készültek arra, hogy mielőtt még beteszik a lábukat, ugye a különleges hadműveletek keretében Ukrajnában, azelőtt egyébként egy kibercsapást azért végrehajtotta. Ennek nagyon komoly következménye volt Európában is. És az ukránok sem álltak egyébként ennek, hogy mondjam, vagy ebben a kérdésben mesztelenül, mert hogy pont Ukrajna az, aki, és mondtad is, ez a kulcs, hogy van a digitalizációs transformációért felelős minisztere. És ők tudatosan készültek az elmúlt 8 évben erre az invázióra, tehát ez nem csak egyik napról másikra történt. És az orosz cégeknek a több mint 80%-a egyébként olyan tehát olyan ellenálló képességgel bír a mai napig, hogy nem sikerült megfektetni őket ezekkel a támadásokkal, holott ezt ugye betesztelték már jóval előtte az orosz támadók. És ugye megfigyelhető egy ilyen aszinkronitás az egészben, hogy az orosz oldalról 2002 óta létezik ugye ez a központi állami hacker támadás kapacitás, illetőleg információs hadműveleteknek a központja, és folyamatosan tesztelték ezeket a képességeket, folyamatosan fejlesztették. Az ukránok viszont ugye az ellenálló képességet fejlesztették, ahogy azt kell is egyébként, és mindenkinek javaslom azt, hogy vegyen példát erről, hogy hogyan is készültek fel az ukrán cégek erre az invázióra és a kibertámadásokra, mert hogy talpon maradtak konkrétan, és ugye a mai napig bármilyen fizikai sérülést is szenved el mondjuk a kommunikációs hálózatuk, 70%-ban rendelkezésre áll a 4G hálózat, ugye a szélessávú mobil hálózat, ami létfontosságú az ő szempontjukból. És erre jött aztán rá a toborzás, ami egyébként szerintem egy zseniális gondolat, abból a szempontból, hogy meg ezerszerezték a képességeiket ezzel, és maguk mellé állították ugye a nemzetközi hacker közösséget. Az egy másik kérdés, hogy ez most etikus, jogszerű vagy nem. Én azt gondolom, hogy háborúban megkérdőjelezni a jogszerűséget, az egy megint másik kérdés, mint békeidőben. Békeidőben nem lenne az, de egy háborús szituációban szerintem ez egy zseniális lépés volt arra, hogy válaszcsapást tudjanak mérni. És az ukránoknak egy óriási előnye az, hogy az orosz hátországot támadták meg.
és nagyon-nagyon nagy sikerrel egyébként, tehát az eredményekről lehetne hónapokig beszélni, elképesztő sikerrel, ami azt mondja, hogy igen, az oroszok fejlesztették a támadás kapacitásukat, minden ország az elmúlt 2007 óta a támadási kapacitásra gyúrt, miközben a hátországot senki nem védi, és ugye sérülékeny rendszereket üzemeltetnek, erről sokat beszéltünk már, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy ha nem erősíted meg a hátországot, akkor ne nagyon, hogy mondjam, erőlködjél a támadással, mert hogy ez vissza tud csapni. Ja, az offenzív kiberműveleteknek a nemzetközi szakirodalma, mármint hogy katonai értelembe vett szakirodalma meglehetősen szűkös, nem nagyon szoktak erről írni. Mi azért a Közszolgálati Egyetemen írtunk erről egy könyvet, ami tavaly óta benn van a kiadónál, és szeptemberben meg fog talán végre jelenni. Úgyhogy amikor írtuk, akkor még olyan nagyon nem gondoltam volna, hogy ezt írásban is lehet teszteni a helytállóságát, de majd nézzétek meg. Abban például van egy fejezet, ami kimondottan ugye a hacker csoportok alkalmazásáról szól. És hogyha megnézzük, nekem ebben az egészben az volt nagyon furcsa, hogy még az oroszoknál egy teljesen bevett megoldás volt mindig is az, hogy akár hektivista, nacionalista csoportokat alkalmaznak, akár úgy, hogy a kiberbűnözői csoportok azért meglehetősen összenyúlnak a belső titkosszolgálatokkal, hadsereggel. Addig a nyugati oldalon, és én most kimondottan nem Ukrajnára akarok koncentrálni, hanem ugye a nyugati, tehát az Ukrajnát támogató csoportokra, Anonymous és társai, nagyon nem volt bevett a nyugati NATO tagországok részéről az, hogy ilyen proxy csoportokat alkalmaznak. Tehát, hogyha katonai művelet van, akkor ugye egyértelműen a katonák lépnek föl, vagy a titkosszolgálatok zavarognak valamit, de a titkosszolgálatok általában nagyon csendben szoktak zavarogni, tehát nem nagyon lehetett látni ennek semmilyen nyomát, legfeljebb a hatását. És ehhez képest ugye kitör a háború, és előjön a semmiből gyakorlatilag egy csomó olyan csoportosulás, 72-nél tart talán a számláló, és ugye ebből... 72 csoport van, igen. Ebből azt hiszem, hogy 20-as nagyságrendű az orosz oldalon, igen. És egyébként a többi igen. Az... Tehát 50-50 körüli csoportosulás 52 van. 52 talán az ukrán. Igen, aki igen. Ilyen pro-ukrán. Honnan jöttek ezek, és hogy tudnak ezek összehangoltan működni? És ugye a katonai gondolkodás, vagy katonai logika itt kezd bennem nagyon mocorogni, hogy nyilvánvalóan van ennyi nagyon-nagyon lelkes ember. De ugye tudjuk azt, hogy a hekkelés az már csak olyan, hogy az ember időnként rá tud lépni egy-egy rossz gombra, ami után lehalnak dolgok. És egyelőre arról nem nagyon érkezett információ, hogy például orosz kritikus infrastruktúrákat úgy megfektettek volna, hogy az ténylegesen fájna mondjuk az országnak. Nem véletlen, mert hogyha ilyen történik, akkor ez egy háborús ok lehet. És éppen ezt valószínűleg nem nagyon akarja senki sem megtenni. De az, aki laikus, mondjuk úgy laikus, a stratégiai értelemben nincsen annyira ott ebben a dologban, vajon honnan tudhatja, hogy meddig lehet elmenni, és meddig nem is. Engem ez foglalkoztat nagyon, és hát két olyan megoldásom van nyilván, ami izgalmas ebben a tekintetben. Az egyik, hogy nyilvánvalóan, hogyha az oroszok kiépítettek valamiféle kapcsolatot ilyen hacker csoportokkal direktben, akkor feltettek a nyugati oldalon is vannak ilyenek. A másik pedig, hogy információs műveletek, ugye erről beszélünk nagyon-nagyon sokat, hogy föl kell tenni az érzelmeket, és az érzelmek mentén irányítani valamit, de közben valamiféle kontrollt, indirekt kontrollt gyakorolni, ez lehet a másik ügy, ami megoldható. Ne felejtsd el, Csaba, hogy én vitatkozom veled ezen, hogy nem sikerült fájó pontokat elérni. Azért, hogyha bocsánat, ha megnézel a rossz elérni kormot, sikerült? Az, hogy ez milyen hosszú távon okozott kárt, azt azért gondoljuk végig. Tehát az orosz kritikus infrastruktúra, nukleáris, bármilyen másik infrastruktúra is úgy épül fel, hogy hiába digitalizálódik, de azért az analóg párja még mindig ott van, tehát kézi vezérlésen át lehet állni. És ne felejtsük aztán, hogy két olyan országról beszélünk, Ukrajna 90%-ban digitalizálódott, Oroszország 46%-ban. Tehát Oroszországban azok a cégek kitettek ennek mondjuk a kiberháborús tevékenységnek, akiket el lehet érni interneten, mert akiket nem lehet elérni interneten, nyilván nem. És innentől kezdve azért a zászlós hajókat kilőtték, tehát a Roskosmoszt, a Rosatomot, a Rosneftet és az összes többit, aki egyébként digitálisan érett orosz cég, az konkrétan sikeresen támadták. A vízművektől lekezdve a gáz és olaj és minden más szállítást is, sőt, olajvezetékek robbannak fel, egyébként SCADA vezérlőket terelnek túl. A Roskosmosz
feljelentést tett az Interpolnál, a Rossz Kozmosz, mert hogy elfoglalták a srácok egyébként az első héten, konkrétan a háború első hetében elfoglalták a navigációs műholdjaikat. És most azon megy még mindig a játszma, és ezen beszélgetnek a srácok, hogy akkor most kezdjék el lepottyantani őket, vagy nem, tehát eltéríteni a pályáról. De ugye nem tudják kiszámítani, hogy hova esnek, tehát ez ugye... Tehát ilyen beszélgetések azok folynak a hacker csatornákon, hogy akkor most megvannak a műholdak, most ledobjuk őket, vagy ne dobjuk le. De a lényeg az, hogy a Rossz Kozmosz háborodott föl azon, hogy az ő rendszerét, a műholdvezérő rendszerét megtámadták a hackerek, és, ami a nem mindegy, hogy nyilatkozat van róla, hogy háborús bűncselekménynek tekintik ezeknek a rendszereknek, az orosz kritikus infrastruktúra rendszereknek a támadását. Amiért egyébként Oroszországban halál jár. Tehát ez nem vicces ilyen szempontból. És hát most, ha megnézitek a tegnapi hírekben, egyébként az Oroszország ENSZ nagykövete kérte nagyon szépen meg a nemzetközi közösséget, de nagyon szépen, de 70 éves bácsi, hogy ugyan már akkor demilitarizáljuk már az internetet, mert ez már nem járja, hogy az oroszokat most így az egész világ ütivágja, miközben egyébként ugye fizikailag meg amit művelnek, azt mindenki ismeri. Tehát, hogy azért nem, az nem igaz, hogy nem támadták őket sikerrel, a vasutat leállították, hogy ne legyen katonai szállítmány, a vizet elzárták 8 városban, nem volt víz napokig, a gázt, az olajat, úgy egyébként a benzinkutakon nem tudtak tankolni az oroszok. Tehát rengeteg olyan támadás volt, sikeres támadás volt, amit aztán kézi vezérlésre való átkapcsolással oldottak meg, mert ezt tudják, ebben nagyon jók, mert ugye az analóg az még mindig megvan. Ne felejtsük el, hogy 4 darab nukleáris létesítményt is megfektettek a támadók. Tehát itt azért hogy hol van, és utolsó gondolat, hogy hol van az adott 16 éves, 17 éves, 28 éves, nem tudom, 3 gyerekes családapának a felelőssége, aki ezt megcsinálta és feltörte. És nem nyomja meg a piros gombot, vagy megnyomja a piros gombot, az egy másik kérdés, itt nincs kontroll. Szabolcs. Igen, szerintem el kell azon gondolkoznunk, hogy te is mondtad, vajon mennyire lehetett ez szervezett, vagy összehangolt dolog, mert hogyha van egy műkedvelő hacker, vagy akár nagyon jó szakember, neki nem biztos, hogy lesznek olyan információi, hogy a Rossz Kozmoszhoz hogy fog bejutni, és hogy fogja ott átvenni a 66 oldal fölött. Akinek már van ilyen jellegű információja, az valószínűleg beletartozik olyan körbe, aki alá már egy hírszerzés tolja oda az információkat. És azon a szinten már el lehet az dönteni, hogy megnyomjuk-e a gombot, vagy nem nyomjuk meg. Ugyanakkor, hogyha van egy műkedvelőnek, vagy önérzetes hackernek, vagy nem tudom, aki neki megy az orosz infrának, hogy na most akkor én itt kárt akarok tenni, és elkezd mondjuk, nem tudom, dédoszolni egy szájtot, vagy difészelni. Az rögtön ugye rángathatja ott a harangot, a vészharangot, hogy ha itt valaki be akar jönni, és akkor erre az oroszok tudják azt mondani, hogy na, akkor itt most odafigyelünk és bezárunk mindent. Tehát hatalmas károkat lehet azzal okozni, hogyha ész nélkül mész neki, Rambóként, egy személyes hadseregként, hogy már pedig én most ezt a céget be akarom fektetni. És lehet, hogy a háttérben már mondjuk államhoz köthető szereplők dolgoznának azon, hogy na, akkor innen kiszedjünk információkat, vagy hozzáférjünk a műholdakhoz, vagy akármit csináljunk, és jön egy nagyon önérzetes emberke, aki az egészet így lesöpri az asztalról, mert éppen jó ötletnek tűnt az, hogy ő ezt megtegye. Az sem mindegy, hogy a műveletek elején, tehát mennyire szervezett, mennyire nem, erre szeretnék reflektálni, egyébként nagyon szervezett, hiszen a Telegram csatornákon és az egyébként az összes olyan Darkweb csatornán, amit követünk, ott látjuk azt, hogy az OSINT-ot megcsinálják, egyébként a Reconnaissance megcsinálják, feltárják az infrastruktúrát, közzéteszik azt is, Docker image-eket helyeznek el, törzsd le, futtasd el, step-by-step leírásokat adnak egyébként a hozzá nem értőknek is, hogy hogyan tudnak ezekkel a túlokkal dolgozni. Tehát sokkal több hacker képződött ki most szerintem, mint az elmúlt 20 évben. De hogy a szervezettségre rátérjek,
valójában azzal kezdte, hogy az orosz, a pro-Russia hacker csoport, a legnagyobb hacker csoportokat, Contit, Revilt és az összes többit, azonnal nagyon vágták. De azonnal leradírozták. Az FSB meg ott állt, hogy akkor most nincs neki egyébként egy olyan hacker csapata, amivel tovább tudna pusztítani, hanem újra kellett gondolnia, és elő kellett venni újra, hogy az APT-28-29-es támadó csapatokat, mert hogy a publikus kiberbűnözési csapatokat, amik egyébként fedésben dolgoztak az FSB-nek, meg a GRU-nak, azokat az első napon levették konkrétan. Tehát az oroszok ugye pusztító kiberfegyverekkel megtámadták az ukrán infrastruktúrát, majd az európait is, meg tovább terjedt. Egyébként az ukránok viszont levették konkrétan az összes olyan ismert hacker csoportot, akik pusztítani tudtak volna. És innentől kezdve egy ilyen jellegű adókapok megy, miközben a targeteket nem random választják, és a műveleteket nem random végzik, hanem vannak arra specializált csapatok, akik feltárják a target infrastruktúrát, akik a sérülékenységeket közzé teszik. Ezt végig lehet kísérni például a Telegram csatornájukon, ahol konkrétan cél megjelöléssel mennek. Tehát kvázi majdnem ugyanúgy, mint egy fizikai műveletben, ugye a felderítésből adódó geokoordináták, IP-címek és doménnevek, és egyébként módszereket is, sőt segédleteket is odaadják. És az a 400 000 hacker jelenleg, aki ukrán oldalon támadja az oroszokat, nyilván nem véletlenül sírnak, hogy baj van, ez fáj nekik, az nem random, nem véletlenszerűen támad. És még csak most kezdünk belelendülni, pedig az idő az mindjárt letelik. Úgyhogy, hogy legyen, gondolkodjatok a kérdéseken, én még egy utolsó kérdést bedobnék. Megint csak egy újságírói kérdés, megkaptam igen gyakran. Már ugye feszegettük, a hogyan lehet az Anonymous-hoz csatlakozni. A másik kedvenc kérdés, ha vannak-e Magyarországon olyanok, akik részt vesznek ebben a műveletben című dolog? Tudom, hogy sejtjük legfeljebb, de tudhatjuk? Nem tudhatjuk. Nem. Igazából én abban bíztam, hogy ti majd tudjátok, nyilván ez egy ilyen nonsense dolog. Én azon a részén vagyok ennek az egész IT-biztonsági világnak, aki ezt a felét nem látja úgy át, se geopolitikailag, se máshogy, tehát inkább a tech részét nézem. De hát tekintettel arra, hogy hány helyről jöttek jelentések, meg hány csoport aktivizálta magát, én nem tudom azt elképzelni, hogy lenne olyan ország a világon, ahonnan ne lenne legalább egy maroknyi ember, aki beszállt ebbe a bizniszbe. Oké, megfoglak. Ugye, te értesz ez a dologhoz. Elvileg kiváló kiberkatona lennél ebben a szituációban, és most te eldöntenéd, hogy te szeretnéd Ukrajnát támogatni, nem kell részletesen elmondani, de lenne bármi ötleted, hogy mégis hogyan kapcsolódjál be ebbe a műveletbe? Hát biztos, hogy megnézném, hogy milyen Telegram csatornák. Google első keresés, hogy how to join Ukrainian IT Army? Figyelj, ami nincs ott a Google-ben, az nem létezik. Tehát, hogyha van ilyen lehetőség, az ott lesz a Google-ben, nyilvánvalóan. De hát akár hogy az Ukrainian Cyber Army-ról, ahogy beszéltünk, azért voltak itt olyan publikus felhívások, hogy aki nem egy kő alatt élt, az tudja azt, hogy milyen csatornákon kell esetleg oda menni, és megnézni azt, hogy mit lehet támadni. Én nem azt mondom senkinek, hogy csinálja ezt, mert azért ez attól még ugyanúgy jogszabályba ütközik, még hogyha mondjuk etikusságát tekintve lehet is vitatkozni rajta, mert mondjuk, hogyha én egy nem tudom, ukrán kiberbűnöző vagyok, akkor beszélhetünk arról, hogy etikus-e az, hogyha én most elkezdem az oroszokat támadni, szerintem mindig etikusabb, mint az, hogyha nyugati cégeket ranzomolok. De azt kimondhatjuk, hogy ne csináljátok, ugye? Hát nyilván ez Magyarországon bűncselekmény. Nagyon még sok mindig van. Bűncselekmény. Marad is szerintem, és ez így van, jó? Mind a mellett, ugye nyilván vannak erre szakosodott cégek, vannak erre szakosodott intézmények, akik ezzel napi szinten ezzel kellnek. És nyilván van ennek egy olyan kerete, amiben ezt lehet művelni, de azt kell mondjam, hogy ne
kezdjen bele senki. Aki még nem kezdett bele, már ne kezdjen bele. Ugye ez így sokkal jobb, mert hogy ez konkrétan bűncselekmény, és ténylegesen, még akkor is, hogyha Oroszország agresszor, de ha valamilyen hibát vét mondjuk egy magyarországi Cyber Army tag, és felfedődik az ő identitása, akkor onnantól kezdve a magyarországi törvények alapján is, és illetve ugye jogsegély alapján egyébként az orosz törvények alapján is büntethető. Még egyszer mondom, Oroszországban ez jelenleg halál büntetéssel jár. Ez a háborús bűncselekmények kategóriába tartozik. Úgyhogy kétszer is meg kell gondolni ezt. De nyilván vannak Magyarországon is szép számmal olyan srácok, akik ezzel most foglalkoznak. És maradt 5 percünk. Kérdezzetek, ha akartok, ha mertek. Mert ha nem, akkor én fogok kérdezni. Gabi, pillanat a stream miatt. Szerintetek mi lesz, ha valahogy vége lesz a háborúnak? Mi fog történni ezzel a most kiképződött kapacitással? Hát ha én kezdhetem a választ, ez a kapacitás ugye nem most képződött ki. Ez a kapacitás, ez összeállt. Tehát amiről beszélünk sokszor, hogy azok, akik a Cyber Army keretén belül például, de ugyanúgy akár az orosz oldalról részt vesznek egy-egy ilyen támadásban, azok családanyák, családapák, akik aztán hazamennek és a gyerekeiket elviszik oviba, bölcsibe és a többi, és a munkájuk során foglalkoznak ezzel. Oroszországban közel 120 ezer olyan IT szakértő van, akit bármikor bevethetnek egyetlen egy utasításra, de ők ugyanúgy hazamennek ugye délután 5-kor. Nagyon, nagyon szép látni azt, amikor a támadási hullámoknak vége van, ugye időeltolódása pont akkor, amikor Oroszországban letették a tollat az irodában, és fordítva. Szóval, hogy ez nem most képződött. Ami igazából a veszélye ennek, hogy annyira nincs tapasztalat abban, hogy egy kiberháború, mert nevezhetjük ezt most így, fogalmunk sincs, hogy mi az, mert hogy a háborús definíciókat nem tudjuk rászorítani erre a tevékenységre, de így hívjuk, jelenleg nincs jobb szó rá, hogy azok a srácok, akik ténylegesen mondjuk egy Telegram csatornán elolvassák a teendőket, step by step, letöltik a dockert, elindítják, bejutnak egy IP címet, és azt látják, hogy megfeküdt mondjuk a valamilyen orosz oldal, és akkor nagyon örülnek. Na ez a belépő. És a probléma az, hogy az evolúciója a 90-es évektől, 80-es évektől kezdve az volt, hogy pici apró sikereken keresztül nőttünk mi is fel. Aztán 15 év múlva el kellett döntenünk azt, hogy most akkor maradunk a fekete oldalon, a sötét oldalon, vagy egyébként elkezdjük ezt tanítani a fehér kalapos oldalon. Hát én a másodikat választottam, sok szaktársam nem, ők ma már nincsenek a pályán, valahol a kőfejtőben vannak, de a lényeg az, hogy ez vár rájuk is. Tehát a fiatalokra, tehát az idősek, azok tudják, hogy mit csinálnak. És ez nagyon jó. És erre alapozott mindenki. Az oroszoknál ez 2002-2000-es évek eleje óta fix egyes, hogy ők ezt egy katonai értelemben hogy csinálják. Az ukránoknál ez új, és a világ számára is új. Tehát én a fiatalokat féltem sokkal inkább, mert náluk ez a kontroll nincs meg. De már nem a 90-es évek van, ahol ez mondjuk mi is volt ez a szabálysértés volt, ugye? Hanem most már egyébként BTK. Tehát ugye ez a különbség a kettő között, és erre nincsen jó szabályozás. Tehát ezt nem tudjuk kezelni, szerintem jogilag nagyon nehéz kezelni, mert az nem mondás, hogy hát de én a ukránoknak drukkoltam. Tehát ez így nem megy. És ne kételkedjünk, lesz egy csomó per ebből szerintem. Én azt gondolom, hogy nem is az a legnagyobb kérdés, hogy ezzel az emberanyaggal mi lesz úgy, mint massza, hanem az, hogy az egyes államok azok mennyire kapnak most észbe, és mennyire kezdik el fölvenni a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, és mennyire kezdik el őket integrálni a saját védelmükbe, vagy akár támadási kapacitásukba.
mennyire lesz egy olyan szó szerint kiberhadtest mondjuk egy-egy hadseregnél, ahol azt mondják, hogyha valaki IT-szekkel foglalkozik, és be kell sorozni, akkor nem a frontvonalra kell küldeni, hanem be kell ültetni a számítógép mellé, mert sokkal nagyobb hatást tud elérni onnan, és sokkal nagyobb haszna van az egész műveletre, mint hogyha küldenénk előre, akár harckocsival, akár gyalogosan, teljesen mindegy. Szerintem történelmet ismerve alapvetően az ilyen csapatoknak három kimenete van. Az egyik kap egy egyenruhát, virtuális egyenruhát, másik hazamegy és éli polgár életét, harmadik beáll bűnözni. Ugye az a probléma, hogy a harmadikból is viszonylag sokan lesznek, hogy Isten óvjon minket a következő években majd itt a, hogy hívják ezt, a zsivány hordák maradékaitól. Van még egy percünk kérdésre valakinek esetleg? Ne akadályozzuk a következő speakert, valószínűleg majd folytatjuk kint ott a kijárat mellett, de hallgatjuk az utolsó kérdést. Akkor én viszonylag gyors leszek. Az lenne a kérdésem hozzátok, hogy szerintetek túlértékeltük Oroszországnak a kiberképességeit, vagy Ukrajna képességeit értékeltük alul? Oroszország kiberképességeit túlértékeltük, de nem a támadó kapacitásán, hanem a védekezési kapacitását. Tehát amiről nem tudtunk, amit realizáltunk február óta, hogy olyan letolgatjával állnak gyakorlatilag a támadások előtt, mert hogy a zászlós hajókat default passzföldökkel és tényleg olyan jól ismert sérülékenységekkel fektették meg, amiket nem is hittünk el. Illetőleg amit elfelejt a világ, hogy Ukrajna egyébként egy szoftverfejlesztési nagy hatalom. Tehát gyakorlatilag az ukrán fejlesztők nagyon-nagyon komoly szerepet játszanak az ellátási láncban, és egy csomó orosz cégnek, sőt katonai fejlesztéseknek a szoftverfejlesztését is az ukrán fejlesztők végzik. Tehát például a katonai, hogy a harckocsiknak a célzó berendezésének a szoftvereit az ukránok fejlesztik. És innentől kezdve az oroszok nem tudnak reprodukálni egy tankot, mert nincsen célzó berendezés, mert azt, hogy azért nagyon sok öngól van ebben a kérdésben. Tehát az ukránokról tudtuk, hogy nagyon erősek ezen a területen, a digitalizációban, abban, hogy hogyan készülnek fel az ellenálló képességben. Támadási kapacitásuk nem volt kiberbűnözői tekintetben, de, mert hogy az oroszokkal válvett fel, egyébként együtt működtek a srácok. Ez is nagyon izgalmas, hogy orosz-ukrán kiberbűnözői csoportok ütötték, vágták a világot nagyon sokáig együtt, majd most egymás ellen dolgoznak. Az oroszoknak a képességeit támadói oldalon ismerjük 2002 óta. Nagyon erős. De igazából miért erős? Azért, mert a mi védelkezési képességünk gyengék. Tehát nagyon egyszerű módszerekkel, tehát kőbaltával dolgoznak, de azzal nagyon hatékony a mai napig. Viszont arról nem szólt a fáma soha, hogy ők mennyire erősek védekezési oldalon. Hát azt kell, hogy mondjuk, hogy semennyire. Tehát mindent, amit lehetett, mindent feltörtek a támadók már Oroszországban. Pont amennyire szofisztikáltan támadnak, úgy védekeznek is, nem? Engem megmondom őszintén, hogy meglepett az, hogy az orosz oldal mennyire alul maradt az elején. Én néztem statisztikákat a WordPress-es oldalak támadását, hogy honnan támadják IP alapján, ami tudjuk, hogy nem egy nagyon pontos geolokáció, de mégis tud adni egy iránymutatást. És bár megindultak egyébként az orosz támadások, hogy IP oldalak fölött átvegyik a hatalmat, mert onnan lehet ugye ugrálni tovább, és onnan ugródeszkaként használva lehet tovább támadni, de hogy a világ összes többi része az tényleg így egy csoportként állt föl, és hát lenyomták őket nagyon, nagyon keményen mennyiségben is, és hát valószínűleg technológiában is. Én pedig kinézek a Danira, hogy mi még ezt órákig tudnánk folytani, de szerintem jön a következő előadó, ugye? Úgyhogy a javaslatom az, hogy nagyon szívesen nem akarom elvinni a következő előadó elől a nézőket, de itt kint ott majd ott az ajtón túl szívesen folytatjuk ezt a beszélgetést. És én nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm Ferének, és köszönöm Szabinak, hogy eljöttek, meg magamnak is, hogy én is eljöttem.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és ebben még órák lennének, de akkor fönntartanánk valószínűleg a konferenciát, úgyhogy átadom a lehetőséget a következő előadónak. Sziasztok! Köszönjük szépen!